Sziasztok! Ez itt a harmadik rész, a teljesen kezdőknek szóló elektromos autós sorozatunkból. Ma egy picit arról szeretnék beszélni, hogy milyen költség előnyökkel tud járni az, hogyha elektromos autót használsz. Van egy érzékeny téma az elektromos autózás kapcsán, ez pedig a környezetvédelem. És én azt vettem észre, hogy ez igazából nagyon sokaknál már hitkérdéssé alakult, vagy egyfajta érzelmi dologgá. Én rengeteget olvasok a témában, nagyon sok tanulmányt, angol-német nyelvű tanulmányt is átolvastam már, és a gyártók is publikálnak ilyen különböző fogyasztásra kész tanulmányokat, sőt, bizonyos országok, az Egyesült Államok, sőt az Európai Unió is ad ki elemzéseket. Ezek summázatát mondom, de aztán tovább lépünk. Környezet, Kímélés szempontjából a következőt lehet tudni: egy elektromos autó legyártása 50-70%-kal nagyobb széndiokszid lábnyommal jár. De itt még nincs vége a történetnek, ugyanis az elektromos autó pontosan annyira tiszta, amennyire a beletöltött áram tiszta. És ebben Európa egész jól áll. Magyarország, kifejezetten Magyarországon széndiokszid szempontból a, az áram 75%-a karbonsemleges, atomerőművekből és megújuló forrásokból jön, miközben itt kalapálnak vad, vadul és veszettül, szóval a beletöltött áram Magyarországon kifejezetten tiszta. És ezzel alapján, a számítások alapján, ha valaki most nagyon arra akar rámenni, hogy mennyire környezetileg a lábnyoma mennyivel kisebb, akkor egy 50-60-70 ezer kilométer környékén jön vissza az egyensúly, és onnan már kevésbé szennyező az elektromos autó. De miután rengeteg emberben ez hitkérdés, ezért én tovább nem is mennék ebben a témában. Ha érdeklődő vagy, utána tudsz olvasni. Beszéljünk egy picit a költségekről. Az elektromos autók ma még drágábbak, mint a velük egyező vagy velük megfeleltethető belső égésű motorral szerelt autók. Ezzel egyébként olyan nagy baj nincs, ugyanis közelednek egymáshoz az árak. Nagyon hamar egyébként megérkezünk az árparitás környékére, tehát ennek a kis tesója, például az EX30, az kb. árparitásban van ennek a benzines változatával. Tehát már nincsen nagy különbség, az ugye egy kicsit kisebb autó, de már nincsen nagy különbség közöttük. Üzemeltetési költsége. A, az elektromos áram, Ö, otthon töltve maximum 70 forintba kerül. Ugye ez a, ez a rezsitámogatott ár, kicsúszott ár, tehát ha otthon ilyen, ilyen autót tölt, ez valószínűleg kicsúszol a támogatásból is, tehát 70 forint per kilowatt óra. Sok ez? Vagy kevés? Összevetésben azzal, hogy mit fogyaszt egy belső égésű motorral hajtott autó, most a, a matekot azt nem feltétlenül szeretném nektek levezetni. A végét mondom, körülbelül ilyen elektromos áram árakkal ez az autó olyan, mintha másfél, kettő, esetleg legrosszabb esetben két és fél liternyi benzinből vagy dízelből táplálkozna a költségeket összevonva. Ha mondjuk napi 300 kilométernél nem mész többet az elektromos autóddal, és cégként használod, ahol a cégautó adó is elkerül téged, akkor jelentős, jelentős spórolást lehet vele elérni. Az én példámat szeretném elmondani, én otthon tudom tölteni, és ez nagyon fontos, az én infrastruktúrám megvan, és ezért nagyon fontos dolog az elektromos autózás kapcsán, legyen infrastruktúrád. Én otthon tudom tölteni, és hogyha ezt az autót használom versus a benzines autómat, akkor azt tudom nektek mondani, hogy körülbelül olyan, olyan 100-150 ezer forintnyi uh, spórolást tudok ezzel elérni havonta. Ehhez nagyon fontos, hogy folyamatosan otthon kell tölteni, nekem még napelemem is van, és így jön ki ez a spórolás. Mi történik akkor, hogyha nem otthon töltöd, hanem a közterületen, ahol egyébként megteheted ezt, körülbelül olyan 200 és mondjuk 350 forint per kilowatt óra áron, akkor körülbelül úgy fog kijönni a történet, mintha egy 8-10 literes fogyasztású autód lenne. Tehát ha csak és kizárólag publikus töltőn tudod tölteni az elektromos autódat, akkor anyagi szempontból nem fogsz jól járni. Ne is gondolkozz benne. Viszont ha megvan hozzá az infrastruktúrád és otthon is tudod tölteni, akkor ilyen mértékű spórolás is lehet belőle kihozni. 100-150 ezer forint az én életemben, ha kivetítem, egy teljes évre, akár évi másfél millió forint. Ha négy éves leasing periódust nézel egy ilyen autóban, akkor pedig ezek mind összeadódnak, és olyan 6 millió forint spórolás csak az üzemeltetésen. Van még egy aspektus, ezek az autók sokkal kevésbé szervizigényesek. tekintettel arra, hogy sokkal kisebb és kevesebb bennük az az alkatrész, ami el tud kopni, vagy amit ö, a motor tisztaságának, vagy a gázkezeléssel van összefüggésben, ezért a szerviz számla is lényegesen alacsonyabb tud lenni. Úgyhogy gazdasági szempontból megvan a helye.